Ukrajnában augusztus 23-án ünneplik a Nemzeti Lobogó Napját. Ungváron az esős idő ellenére is sokan gyűltek össze a Bohdán-Melnicki téren, hogy részt vegyenek a közös zászlók felvonáson. A rendezvény egyperces néma csenddel kezdődött. A jelenlévők az ország területi egységének és szuverenitásának védelme során életüket áldozó hazafiakra emlékeztek. Ezt követően a himnusz hangjára felvonták a nemzeti lobogót. Az ukrán zászló erőt ad az ukrán népnek, fogalmazott beszédében Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetőhelyettese. Az ukrán nemzeti zászló lelkesíti az országot, lelkesíti a harcosainkat. Az ukrán zászló ünnepe fontos a számunkra, különösen a jelenlegi időkben. Ezért is méltatjuk, legyen bármilyen is az időjárás. A zászlónk a győzelmünk szimbóluma, amely hamarosan meg fog valósulni. A zászló a modern kori Ukrajnában a megtörhetetlenség jelképe is, mondta a Kárpátaljai megyei tanács elnöke. A háború ideje alatt az ukrán nemzeti zászló ünnepe egyike az alapvető ünnepeinknek, amely a szuverenitásunk és a szabadságért folytatott küzdelmünk szimbóluma. Ezzel a zászlóval a kezükben vonultak az emberek a földünket megszálló tankok ellen. Egy fiatalember ukrán zászlóval a kezében lépett ki a mariupoli színház előtti térre annak bombázása után. Ma az ukrán zászló minden európai főváros és minden hivatali épületen ott van, mint annak a jele, hogy szolidaritást vállalnak velünk a szabadságunkért, függetlenségünkért és az európai értékekért vívott küzdelmünkben. Emlékezünk azokra, akik életüket áldozták ezért a zászlóért. Támogatjuk azokat, akik ma ez alatt a zászló alatt védelmeznek bennünket. Az ünnepi rendezvényhez a különféle civil és egyházi szervezetek is csatlakoztak. Minden nép számára a zászló nagyon fontos. Mi hiszük, hogy minden népnek Isten kijelölte a helyét és az idejét, hogy hol kell, hogy éljen, melyik területen. És hiszük, hogy az ukrán népnek is így van ez az életében. És nagyon fontos a gyökér, mert amikor egy zászlót felemelnek a magasba, akkor az ember gondolkozik azon a hagyományokon, azokon a tradíciókon, amelyek nagyon fontosak az ő életében. És néha valóban a gyökértől jön újra a megújulás, mert néha az élet viharai letörhetik a fát, de a fa új erőre kap és új ágat hajt, és gyümölcsöt tud hozni. Hiszük, hogy az Isten meg tudja őrizni az ő népét minden időben. Ezért mi fohászkodással állunk meg az Isten előtt, hogy áldjon meg bennünket, erősítsen meg és tartson meg bennünket. A kék-sárga zászló 1992-ben vált ismét az ország hivatalos lobogójává. 2004-ben az akkori államfő Leonid Kucsma nyilvánította augusztus 23-át a Nemzeti Zászló Napjává Ukrajnában. Ebből az alkalomból minden évben országszerte ünnepi rendezvényeket, megemlékezéseket tartanak.